Sziasztok! Ki tudja, mi ez a banánsushi? Nem egy keleti bizarr édesség, hanem egy pillanatok alatt elkészíthető uzsonaötlet, amit iskolába vihetsz magaddal. Köszönöm a sok-sok lájkot, amit a múltkori gigantikus vissza a suliba videómra nyomtatok, amit ide klikkelve megtalálhattok, ha még nem láttátok. Most pedig itt vagyok a következő résszel, amiben könnyen elkészíthető uzsonna tippeket fogok megosztani veletek. És hogy még jobban érezzük magunkat, mindjárt kapcsolok egy kis zenét a konyhai alkotó munkához. A banánsushi hozzávalói egy tortilla vagy palacsinta ízlés szerint, egy kevés nutella a megkenéshez és egy darab banán. Innentől kezdve már te is kitaláltad az elkészítését, kedd meg vékonyan nutellával a tortillát, tedd bele a banánt és tekerd fel. Végül szeletelt 3-4 cm-es darabokra, és mehet az uzsonnás dobozba. A következő receptötlet egy mandulás reggeli, befőttes üvegbe zárva. Szükséged lesz mandulatejre, zappehelyre, szezonális gyümölcsre ízlés szerint, csiamagra és fahéjra. A mandulatejet öntsd egy kuszta kis befőttes üvegbe, én az enyémet a Kikában találtam. Keverd hozzá a csiamagot, a zappehelyet, alaposan keverd el. Ha édes szájú vagy, tehetsz hozzá még egy kis cukrot, ha pedig extrább ízre vágysz, akkor fűszerezd fahéjjal. Hagyd egy éjszakán át a hűtőben állni, tegyél rá egy kevés szezonális gyümölcsöt, csavard rá a tetejét, és már viheted is magaddal. Ha tápláló reggeli golyócskákat szeretnél magaddal vinni, akkor készíts elő negyed csésze mandulát, negyed csésze kesudiót, vagy bármilyen olajos magvat, amit szeretsz. Ezen kívül szükséged lesz még negyed csésze aszalgyümölcsre, ez adja meg az édes ízt neki, és negyed csésze mogyoróvajra. Hogyha szereted a csokit, akkor két evőkanál csoki chipset is majd belekeverhetsz. Ezeken kívül egy teljes csésze pirított zappehelyre, vagy kész reggeli zappehelyre lesz szükséged, amit már nem kell pirítani. A száraz hozzávalókat keverd össze egy nagy tálban, tedd hozzá a mogyoróvajat, és keverd össze. Hűtőszekrényben tárold 3 órán keresztül, hogy jól formázhatóak legyenek a golyócskák, és készíts belőlük ízlésed szerinti darabokat. Ha nem akar összeállni a massza, akkor egy kevés vizet adj hozzá, hogy formázható legyen. Ha egy kis különlegességre vágysz, akkor készítsd el a következő receptötletemet, az alma szendvicset. Szeretelj fel egy almát és citromozd meg mindkét oldalát, hogy ne barnuljon meg később. Egy csinos kis formakiszúróval szúrd ki a közepét, keverj össze zappelhet, mogyoróvajat és egy kevés aprított csokit. Ez fogja kiadni a szendvics krémedet. Egyszerűen kent két almaszelet közé, csomagold be, és már viheted is magaddal ezt az elképesztő finomságot. Végén még egy kis fahéjat is szórtam rá, hogy még ízletesebb legyen. Az édesszájú ötletek után most egy sós 10 órai ötlet következik. Ez pedig nem más, mint a bögrés rántotta. Törj fel 2 egész tojást egy bögrében. Kever hozzá 1 evőkanál tejet, és tedd be a mikróba 1 percre. Ha nagyon erős a mikród, akkor lehet, hogy fél perc is elég lesz. Ezután vedd ki, keverj hozzá egy kis reszelt sajtot, apróra vágott sonkát, sót és ízlés szerinti újhagymát. Most pedig tedd be újabb 1 percre a mikróba, és kész is van az extra finom villámgyors bögrés rántotta. Bögrében pillanatok alatt készíthetsz magadnak mindenféle finomságot, a nutellás bögresüt is videómat is érdemes ellesned, itt találod, ha még nem láttad. Az 5 perces banánkenyérhez szükséged lesz egy negyed csésze kókusztejre, negyed csésze mogyoróvajra, egy csipetnyi sütőporra, 2 evőkanál lisztre, használhatsz kókuszlisztet, vagy akármilyen más lisztet, amilyet szeretnél. Tegyél bele még 2 evőkanál nátszukrot, és egy fél érett banánt összetörve. Ezeket a hozzávalókat mind keverd össze egy bögrében, és tedd be 2-2 és fél percre a mikródba, attól függ, milyen erősségű. Úgy tudod ellenőrizni, hogy kész van, hogy kiesik a formából, amikor fejjel lefelé fordítod. Vigyázz, mert túl is tudod sütni, ilyenkor száraz lesz a végeredmény. Tálald egy kevés banánkarikával, és szórj fahéjat a tetejére, vagy pedig dobd be az uzsonnás dobozodba, és vidd magadtal. Van még egy utolsó különleges, iskolába vihető 10 órai ötlet a tarsolyomban, de ezt csak akkor nézheted meg, ha átlátogatsz gasztró csatornámra, ami egyébként vlog csatornámból változott gasztró csatornává. Ott egyre több finom receptet osztok meg veletek szeptembertől. Remélem, hogy tetszett videóm, ha igen, akkor feltétlenül jelezzétek nekem egy lájkkal, és írjátok meg a videó alá kommentben, hogy
melyik volt a kedvenc ötletetek? Ha van nektek is saját kedvenc receptetek, akkor osszátok azt is meg velem, nagyon szívesen megnézném, és lehet, hogy még egy videót készítek belőle azokból az inspirációkból, amit ti küldtök nekem. Ne feledkezzetek el feliratkozni csatornámra se, hogy legközelebb is inspirálhassalak titeket. Sziasztok, szép kreatív napot!